A 81 éves dunaszerdahelyi Novacsek György legszebb karácsonyi emlékei a gyermekkorához kötődnek. Szentestén megterítették az ünnepi asztalt, amelyre még a háború alatt a nélkülözés idején is finomságok kerültek. A legszebb karácsonyaim akkor voltak, mikor még gyerek voltam, és még azt elhittem, hogy a Jézuska hozza a ajándékot. És akkor az a nagy csalódás ért, mikor másodikos ellemista koromban megtaláltam a karácsonyfát eldugva még a ünnep előtt pár nappal. Bőgtem, és anyám vigasztalt, hogy így aztán megvigasztalt, mert kaptam ajándékba egy tankot, meg egy páncéltörő ágyút. Én voltam a Császára utcában a gyerekek között. Leszitáljuk a hozzávalókat, ami a sima liszt és a porcukor. Egyik kedvelt karácsonyi süteményünk a könnyen elkészíthető mézes kalács, amelyet karácsonyfára akaszthatunk, de az ünnepi asztal dísze is lehet. Az az, ami menő, az a karácsonyfa, kesztyű, zokni, csillag, hópehely, tehát most a karácsony folyamán ezek azok, amik abszolút működnek. Sütés előtt szívószállal oldom meg ezt a lyukasztást, hogy ez mindenképpen azért, mert nálam azért az elsődleges szempont az, hogy ezek mint dísz, vagy pedig mint ajándék szolgálnak, tehát nem az a fontos nálam, hogy mennyire puha. Nekem az a fontos szempont, hogy minél többet bírjon ki, tehát akár évekig is elálljon. A Szlovák Nemzeti Felkelés téri óvodában decemberben a legkisebbek versekkel, karácsonyi dalokkal készültek az ünnepre. A csoportos foglalkozásokon saját készítésű díszekkel öltöztették fel az óvoda karácsonyfáját. Különféle mesékkel, játékokkal, kézműves dolgokkal, énekekkel, dalokkal várjuk szeretetteljesen a karácsonyt a gyerkőcökkel. Különféle kézműves dolgokat, amik itt láthatóak, csillagokat, szarvaskát, ami most nagyon újdonsülten, most ez a legtrendibb dolog. Karácsonyfa, csizmák, télapó, mézes kalácsot sütöttünk a gyermekekkel. A szülőkkel volt egy karácsonyváró műsorunk, ott elénekeltünk különféle karácsonyi dalokat, versikéket, és végül a szülőkkel együtt a gyerekek készíthettek különféle karácsonyi dekorációkat.